Egy Magnolia Suzán, ami 2019. február végén, március elején lett kitermelve, és a kertészetemből ide került ebbe a kertbe. Ha ide akkor ránézünk, akkor ezek kétszer iskolázott földlabdás 150-175-ös Magnolia Suzán. Most az ennél sokkal szebb szokott lenni, bár szerintem az így is gyönyörű. Ugye azt történt, hogy 2020 már április 1-e van ma, és ez március utolsó napjaiban jöttek ezek a nagyon csúnya fagyok. És hát ezek a barnás foltok, ez a fa sajnos. Hát nem nagyon tudom mit csinálni, de amik most már majd ezek után nőnek, vagy hajtanak ki, hogy az a szép ebben a Suzánban, hogy mondjuk nézd, vizsgáljunk csak itt meg egy ágat, akkor itt azt lehet látni, hogy egy megfagyott, meg ki volt nyílva. Ez nem fagyott meg, ez most fog kinyílni, és akkor számoljunk, ezen kívül van 1, 2, 3 bimbóban, valamint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ami majd még ki fog nyílni. Tehát tulajdonképpen, hogyha elkapja a fagy egy ilyen Suzánunkat, akkor is még feletteti ezt a búbánatot, majd velünk azt, hogy a következők azok nagyon szépen ki fognak nyílni, hát egészen-egészen fantasztikusak. Na most hova van ültetve ez a Suzán, az nagyon izgalmas kérdés, egy örök zöld sor elé, mögötte vörös levelű nyárfák. Mi a fő kérdés? Az a fő kérdés, hogy ez ilyenkor a kertnek egy éke, a kertnek egy dísze. Egyértelműen ugye rögtön idejövünk, ez ugye vonza a tekintetet. Viszont nyáron ez egy milyen növény? Ez egy esetlen cserje. Ezt minden magnólia videómban elmondom, hogy esetlen cserje, csak úgy itt lesz, nem mutat semmit. Tehát akkor, amikor itt majd a család ide kiül ilyen kis sütögetése vagy ilyenre, akkor emellett a növény mellett ugye el fogunk menni. Utána ezek a babérmedgyek, ezek egy kis ilyen kompakt zöld valamik lesznek, rendben van, de a magnólia az tényleg egy ilyen esetlen lomblevelű cserje lesz, nem baj. Itt ez szépen el tud növekedni, kicsit majd a fű fölé jön, eszméletlen jól fog kinézni szerintem, nyilván majd lesznek szerencsésebb évek is, ahogy terebélyesedik, ahogy nagyobbodik. És akkor már hadd mondjam el azt, hogy magnólia fa vagy magnólia bokor, ugye ez a liliumfa is, ugye nem a tulipánfa, ugye minden magnólia az egy nagy bokor. Vannak törzsesek is, aminek megnevelik a törzsét. Most, ha egyszer később ez kinövi ezt a teret, akkor minden további nélkül meg lehet csinálni az összes oldalhajtás, ha ide közelebb jönnek, vagy ide kicsit rámegyünk kamerával, akkor meg lehet nézni, hogy van egy központi nagy ága. Tehát meg lehet azt csinálni, hogyha később valamiért ez a tér jobban kellene nekünk, vagy jobban kinőni ezt a teret, akkor levágunk itt oldalt mindent, és meghagyjuk egy törzset. És aztán később erről a törzsről mondjuk itt fönt nevelünk majd oldalágokat. Tehát tulajdonképpen azért lényegében a magnóliával is úgy játszhatunk, ahogy csak szeretnénk, alakítsuk a kertünknek a lehetőségei szerint. Ugye kérem szépen, a Magnolia Suzán az még így fagykár után is ennyire gyönyörűséges, úgyhogy érdemes betervezni a kertbe, a koratavaszi kertnek az egyik fantasztikus dísze lehet.